Újra számba vették a megye legjobb vállalkozóit és vállalkozásait. A 2015-ös presztízs listákba összesen 130 vállalkozás került be, melyeket 4 kategóriában díjaztak. Mindegyik kategóriában látszik a fejlődés a korábbi évekhez képest. Az értékesítés árbevétele, az adózás előtti eredmény, a saját tőke és a foglalkoztatottsági mutatók. A megelőző év, tehát a 2014-es évi társasági adóbevallások adatai alapján tudjuk ezeket a számokat kigyűjteni és a rangsort összeállítani. A következő lépés az, hogy megkeressük azokat a cégeket, akik az adataik alapján ráférnének a top 100, illetőleg a top 50-es listákra, kérve azt, hogy járuljanak hozzá, hogy a kiadványba szerepelhessenek. A hozzájárulási arányuk évek óta 80% körül alakult. A legjobbak tehát büszkék arra, hogy a listákban szerepelhetnek. A Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke ezek mellett kijelentette, ha egy nagy cégnek fut a szekér, akkor az őt körülvevő kis cégek is javuló eredményeket tudnak felmutatni. Ez pedig meg fog látszódni majd a megye teljesítményében is. Megyében létrejött beszállítói kör, ami most már örvendetesen magyar kis és közepes vállalkozásokat is tartalmaz. Ő náluk is egy folyamatos tendenciát, egy pozitív tendenciát látunk a számokból. Mindenki emlékszik arra, hogy a válság idején a válságnak kitett autóipar miatt a megyének valóban egy nagy sok hatást kellett el is elviselnie, de én azt hiszem, hogy a mostani adatok azok gyönyörűen mutatják azt, amit látunk, hogy az autóipar újra magára talált, és örvendetes konjunktúrát teljesít. Az idei top 100-ba került cégek adják a megye árbevételének több mint 73%-át. Ebből látható, hogy a legjobbak közé kerülés sem egyszerű. Ennek köszönhetően azonban a díj értéke, illetve a listára kerülés értéke folyamatosan növekszik.